Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ahogy a képen látható, ő becsukja a szemét, elgondolkozik a múltról, megvannak ezek a vágyak, remények és álmok, így tervezi a jövőt, mert álmodozik. A kelyhek utalnak az érzelmekre, nem csak az ő érzelmeire, hanem a te érzelmeidre is. És most bepillantunk mélyebben az ő érzelmi világába. Ez a kép itt utal a te nőiességedre, és megvan köztetek ez a lelki kapcsolat mély érzelmekkel. A kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és utal arra, hogy nála megvan ez a belső forrás, az ő intuíciója, amit ő természetesen kibontakoztathat a művészi élet területén is, de amire még utal, hogy ő érzi, hogy ti összetartoztok. És a következő kártya utal arra, hogy mit közöl veled. Én is szeretnék valamit közölni, megrendelhető nálam egy személyes jóslás, a díjam 3500 forint, és most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Ezen a képen látható egy szerelmes pár, és utal arra, hogy ő közeledni fog hozzád. Lesz itt egy találkozás mély érzelmekkel. Néha ez a kártya különböző szerződésekre is utalhat. És most megtekintjük a kártyát ott középen, mert ennek is van egy nagy jelentősége, gyakran utal a megoldásra. Ez a kártya utal az életerőre. Te adsz neki erőt, és ő segít téged. Azon kívül itt látható egy fa, utal a természetre. Ez lehet egy kirándulás, vagy egy hely, ami erőt ad számotokra, ahol végre fel tudtok lélegezni, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, ti keresitek a helyet az életben, a hivatásotokat szeretnétek élni, vagy ezt a párkapcsolatot, vagy lehet egy költözködés is, mert kerestek egy új otthont. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!